Ugye mi ma akkor a délután moziba megyünk, és éjfélig nem is érünk haza. Az a kérdés, hogy nem gondol, hogy ilyen sokáig kell vigyázni a gyerekekre. Nem, szeretem a kisgyerekeket. Ők azért már nem olyan kicsik, a legkisebb is már 9 éves. Jobban leszünk. Oké, köszönjük, viszontlátásra. Viszontlátásra, köszönjük. Sziasztok, kis drágák! Ne rajzoljatok a táblára, krétás lesz a kezetek. Menjétek ki a matóba. Ó, aranyoskáim, ne kockoljatok ennyit. Elég a képernyővel. Szia, édesem, mit olvasom? Könyvben olvasom. És ehhez nem vagy még túl fiatal? Hány éves is vagy? 12. Akármi is ezek a könyv, túl fiatal vagy hozzá. Na gyerekek, délutáni alvás. Egyszerűen megőrülök ettől a csajtól. Jó, tök izé. Elvette a könyvemet. Megtiltotta, hogy kockuljunk. Azt mondta, hogy nem rajzolhatunk krétával. Tennünk kéne valamit, hogy az estén normálisan tegyen. Mondjuk nőzhetnénk egy filmet. Egyet értek. Én is. Én is. Van egy ötletem. Nem figyelj, tiszta a terep. Akkor mire is jó az, amit most csinálunk? Ezt megitatjuk vele. És ettől rájön arra, hogy mit csinált rosszul, és segít neki, hogy normális legyen. Szuper! Jól ment? Még szép.